Veszprém Veszprémből, a Skála és Centrum Áruházlánc RT Veszprémi Áruházának, a Szundi Kft.-nek Ajka Padrakútról, illetve a Veszprémi Nyomda Részvénytársaságnak. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, a bemutató címe Stílus Vadászok. A divatra, mint életünk mindennapjaiban résztvevő játékos elemre utaltunk a címmel. Öltözködésünkkel kimutathatjuk legbelső tulajdonságainkat, vagy éppen valamilyennél válhatunk segítségükkel, átformáltathatjuk magunkat kedvünk szerint, minden következmény nélkül. Mint a kaméleon, változtathatja kinézetét minden bátor ember. Hiszen az öltözködés egyik célja, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, kitűnjük a sokaságból, elbűvöljük, meghódítsuk a másik nem képviselőiből kiszemelt áldozatainkat. Ebben segítenek végzős tervezőink különböző kreációkat ajánlva különböző ízlésű vendégeinknek. Most Pierre Cardent idézném. Minden divat borzalmas, mielőtt divatba jön, miután elmúlik, de gyönyörű, amikor aktuális. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy elmondjam, mely hallgatók mai bemutatóját láthatják. Bakonyvári Anikó Litérről, Gazdag Viktória Moson-Magyaróvárról, Kalausz Krisztina Veszprémből, Kerekesné Sellei Gabriella Veszprémből, Kisné Szendrei Katalin Ajkáról, Makki Szilvia Moson-Magyaróváról, Matula Zsuzsanna Zircről, Ősz Andrea a Győr Moson-Sopron megyei Nagyszent Jánosból, Radek Erika Moson-Magyaróváról, Szalai Krisztina a Győr Moson-Sopron megyei Eneséről és Várhelyi Gábor Ajkáról. Reméljük, mindenki talál kedvére valót, olyat, amit a tetszését. Kérjük tapsukkal jelezve, bátran adják tudtukra véleményüket. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást kívánok a maga és a hallgatók nevében a most következő összeállításhoz. Thank you.
vendégeink Matula Zsuzsanna a Vadász című jelenetével kezdjük a programunkat. Köszönetet szeretnénk mondani Kisné Szendrei Katalinnak a segítségért. A természet letűnidő kultúrái inspirálták a vadásznak szánt öltözékeit. A vadász tiszteli az erdőt, a vadat, egyenlő eséllyel száll küzdelembe. Robin Hood és a Bakonyi Betyár misztikus lényeit idézik az állat bőrére, az erdő színeire emlékeztető alapanyagok. A magyar népviseletből merített egyszerű szabásminták a praktikusság, anyagtakarékosság mellett bár sportos hatásúak, de mégis kiemelik a női formát. Bakonyvári Anikó űzött vad című jelenete következik. Ez a kollekció csak természetes alapanyagokból készült, a ruhák minden eleme kézi munka eredménye. A darabokat bármely korosztály viselheti, különleges alkalmakkor vagy akár utcán is. A fazonok időtállóak, semmiféle divathóbortot nem követnek, variálhatóságuk miatt megunhatatlanok. Az elemek bőrrel, szörmével, tweeddel, vagy éppen farmervászonyi alapanyagból készült részekkel egészíthetőek ki, viselőjük ízlése kedve szerint. A tervek lehetővé teszik, hogy viselőjük kreatív átalakítási kedve szerint alkothassa meg kinézetét. Thank you.
uraim, Szalai Krisztina következik a Brém műveletében című jelenetével. Ebben a kollekcióban a természetes alapanyagok utalnak a vadászat témájára. A bőrt imitáló velúr, a szőrme, a kényelmes formák a hétköznapi életben teszik hordhatóvá a ruhákat. Kényelmesen, divatosan öltözködő, igényes nőknek ajánlja a tervező kollekcióját, melyet saját kezdő készít. Akik szeretik a természetes alapanyagokat és a romantikus megjelenést. Fűzős felsőrészek, fodros szoknyák, puffos ujjú fehér blúzok keltik fel bennünk a vágyat, hogy a természetes, ártatlan megjelenést teremtő ruhákat mi is kipróbáljuk. Thank you.
uraim, Várhelyi Gábor Farmer Fantázia című jelenete következik. Gábor szeretne köszönetet mondani a segítségért Matula Zsuzsának. A városi életformában sok fiatal választja a farmer vásznat, hogy a trend irányzatait követve trapézvonalú csípőnadrágokban járjon. A tervező szabás nélküli raffolt részletekkel festett virág és faág mintákkal párosította ezt a kedvelt alapanyagot. Fiatal, energikus nőknek ajánlja ruháit egy kis szombatesti szívtifráshoz, vagy a merészebbeknek, akár a mindennapokra is. Következő jelenetünk címe Vad Szenvedély. Maki Szilvia tervezte, a jelenetet szponzorálta a budapesti Mirázs bőrruházati nagykereskedés, melynek üzletei megtalálható Budapesten, Keszthelyen, Egerben és Sopronban. A fekete-vörös szín színpárosítására épülő bőrkollekció a különlegeset szerető, igényes megjelenésükkel mások figyelmét szívesen felhívó hölgyeknek ajánlja kollekcióját. A kreatív variációk, a bőr finom felülete, a színpárosítás reméljük elnyeri a hódítani vágyók tetszését. She don't wanna go to school. She don't want to.
Kedves vendégeink, Kisné Szendrei Katalin következik a Nyilak című kompozíciójával. A ruha egyike a legnőiesebb, legsikeresebb viseletnek. A tervező ezzel a kollekciójával azok érdeklődését szeretné felkelteni, akik szeretik a klasszikus eleganciát, de mégis valami újszerűre vadásznak. A rafinált szabás ruhák a nőies megjelenésű nőkön biztos kiváltja a férfi nem érdeklődő tekintetét. Sellei Gabriella ruhái következnek Amazonok a kifutón címmel. A jelenetet szponzorálta az Olga Szörme Szalon, Fehér Tiborné, Kemény Csaba, Kisné Szendrei Katalin és Kenyeresi Ildikó. Több éve a mesterséges alapanyagok után a természetes alapanyagok reneszánszát éljük. A bőr kikészítése és viselete az ember legősibb kézműves mestersége. A tervező a bőr fonák oldalát használta fel, az avar színe, az égkékje köszön vissza a bőr felületén. A ruhák formai megoldásainál ötvöződik a divatirányzat a vadászruhák praktikus részleteivel. Itt a szíjak, a lehajtók díszítő funkciót kaptak a zsinór díszítés mellett. Ki tud ilyen csomagolásnak ellenállni?